Jól fog megmutatkozni. Megmutatja mindannyiunknak, hogy ő nem csak a dobot és egyéb szerveket tudja verni, hanem a brüsszeli csipkét is. Gyönyörű. Sándor, te olyan sokoldalú vagy. Mindig meghalsz. Sándor nagy példaképpen egyébként szeretnék ilyen sportember lenni, mint ő. Nem tudom, hogy a jelenlevők tudják-e, mert az imént már hangot adtak neki, hogy zajlik itt egy ilyen kis futball EB, amiben a magyar csapat már nem vesz részt, de nagyon szépen teljesítettek a fiúk. Hallottunk olyan emberekről, akik nem szeretik annyira focit, és mondjuk nem szurkolnak a magyar válogatottnak, ezt el tudjuk fogadni. Azt is hallottuk, hogy vannak, akik nagyon szurkoltak a magyar válogatottnak, ezt nagyon el tudjuk fogadni. Ami egy picit nehezebben elfogadható, hogy voltak olyan magyar anyanyelvű ilyen honfitársaink, akik kifejezetten magyar válogatott ellen szurkoltak. Tehát érdekes jelenség. És ők véletlenül pont megnyilvánulási formájukban és személyükben is azonosak azokkal, akik például ezt a tavaly decemberi kis vitát kezdeményezték és lefolytatták ilyen koncepciós alapon. Hát nem furcsa ez, tisztelt hölgyeim és uraim. Szeretnék most egy nagyon ódivatú számot előadni, és most ilyen divatból kiment fogalmakat fogok használni. Itt egy férfi szeretné elénekelni, hogy mi a viszonya a nőkhöz. Ez a sokat emlegetett női principi kérdés, a hölgyeim és uraim. A dal cím az, hogy Átölel.